Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Szavazatvásárlás, tehát törvénysértés történt a baloldali jelölt javára vasárnap az időközi választáson. Ezt állapította meg a helyi választási bizottság mai ülésén. 7 pontból álló energiavészhelyzeti csomagot fogadott el a kormány, változik a rezsicsökkentés. Világsztárok érkeztek Kecskemétre, 2 rendhagyó kiállítást szervezett, a Katona József Múzeum és a Bozsó gyűjtemény. Csalás történt vasárnap az időközi választáson a 9-es számú egyéni választókerületben. Az ügyet ezután tárgyalta ma a helyi választási bizottság, miután a Fidesz-KDNP-s Jánosi István, a győztes jelölt bejelentette a törvénysértés gyanúját, miszerint szavazatvásárlás történhetett a baloldali jelölt javára. Jánosi István hétfőn a rendőrségre is megtette a feljelentést. Tessék ma várni egy kicsit. Kire küldött volna szavazni? Valami nőre. Nőre? És mit adnak érte? 5000. De azonnak igen. Igen? Jó. Ez és még másik 2 videó felvétel bizonyítja, hogy választási csalás történt vasárnap. A 9. egyéni számú kerületben, az időközi választáson. A helyi választási bizottságnál a Fidesz-KDNP-s Jánosi István a győztes jelölt emelt kifogást amiatt, hogy szavazatvásárlás történhetett a baloldali jelölt javára. Az udvaron volt egy hölgy, egy szavazó, akiről később kiderült, hogy aki előadta, hogy 5000 forint összegét szavazott a hölgyre, és a kérdésemre válaszolva el is mondta, hogy Kallo Juliannáról van szó, és a Zsiron utcában megkapta már érte a pénzt a buszban, sőt, egy hűtőmágnest is felmutatott, amit pluszban kapott a pénz mellé. Ezen esemény bizonyos részéről videófelvétel is készült. A beszélgetés közben megjelent Király József és Leier Zoltán is. Végül a HVB a kifogásnak részben helyt adott és megállapította, hogy az 55. és 56. számú választókörben sérültek a választások tisztaságát, a választásokon való önkéntes részvételt, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást kimondó választási alapelvek. Egyebekben a kifogást elutasította. János István a döntést jelen helyzetben alaposnak minősítette. A bizottság hát egy kimerítő tárgyalást tartott, és a kifogásban megjelölt információkat elemezte, értékelte, a benyújtott bizonyítékokat, vallomásokat, okiratokat kellő alapossággal és megfontoltsággal értékelte, és ennek megfelelően egy jól meglapozott döntést hozott. Dr. Fekete Gábor, a helyi Fidesz-KDNP frakció vezetője is megszólalt az ügyben. Maga az eset, ez felháborító olyan szempontból, hogy Kecskeméten lehetnek olyan politikai formációk, akik pénzügyi ellentételezéssel kívánják a választás eredményét befolyásolni. Már csak azért is, mert ez nem csak minket, mint képviselőket sért ez a dolog, hanem azon választópolgárokat is sérti, akik elvárják, hogy a választási eljárási törvényt betartva kerüljenek be a jelöltek a közgyűlésbe, és úgy képviseljék őket, képviseljék a városunkat. Bár a tárgyalás nyilvános volt, a Szövetség a Híros Városért Egyesület egyetlen képviselője sem jelent meg a mai ülésen. Az ügynek itt nincs vége. János István hétfőn a rendőrségre is megtette a feljelentést. 7 pontból álló energiaveszélyhelyzeti csomagot fogadott el a kormány. Változik a rezsicsökkentés. Csak az átlagos fogyasztás után jár a rezsicsökkentett ár. Az átlag feletti fogyasztás után piaci árat kell fizetni. A változások a háztartások egynegyedét érinti. Rendkívüli kormányülést tartott ma Orbán Viktor az európai energiavészhelyzetre hivatkozva, majd kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter, aki ismertette a 7 pontból álló energiaveszélyhelyzeti csomagot. 1,5-ről 2 milliárd köbméterre emelik a hazai gázkitermelést, ha szükséges, ehhez még a drágább technológiákat is alkalmazzák. A kormány felhatalmazta Szijjártó Pétert, hogy további gázkészleteket szerezzen be. A tározók 44%-on vannak, ami negyed évre elég készlet. A cél ezt minél magasabb szintre emelni. A kormány kiviteli tilalmat rendel el az energiahordozókra és a tűzifára, a bértárolást kivéve.
A kormány év végéig jelentősen fokozza a hazai szén- és lignitbányászatot. Újraindítják a mátrai erőmű lignittüzelésű blokkjait. A biztonságos áramellátás érdekében a kormány kezdeményezi Paks egy üzemidejének meghosszabbítását. És végezetül a csökkentett gáz és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztási szintjéig lesz rezsicsökkentett. Aki az átlagnál több energiát fogyaszt, az a különbözet után már piaci árat kell fizessen. Ez a háztartások körülbelül egy negyedét érintheti majd. Világsztárok érkeztek Kecskemétre. Két rendhagyó kiállítást lehet megtekinteni a Katona József Múzeum és a Bozsó gyűjtemény összefogásában. A főszerepben Bob Dylan és Andy Warhol. Világhírű amerikai művészek kiállítását mutatja meg egymással párhuzamosan a Bozsó gyűjtemény és a Cifra palota. Ahogyan az kedden délután elsőként a Bozsó gyűjteményben elhangzott nemzetközi kiállítás először érkezett közös kooperációban a városba. A Dupla tárlathoz beszédében személyesen Szemereiné Pataki Klaudia polgármester gratulált a szervezőknek, és kitért arra is, hogy a szinte egy időben megnyílt két kiállítás is igazolja. Kecskeméten a kultúrának nem csak helye van, de bőven van mit felmutatni a városnak. A nagy testvér és a kis testvér összefogott, és mindenhez társul még egy Kodály Művészeti Fesztivál is a család tagjaival és a hozzátartozó művészeti egyesületekkel, civil szervezetekkel, akik kapcsolódtak ehhez a kulturális kínálathoz, amit ma Kecskemét elég gazdagon és széles kínálattal biztosít mindannyiunknak. A Kecskemétre érkezett állatok az eddigiektől eltérően az amerikai, vagy talán még jellemzőbben a mindenki által könnyen érthető popkultúrát hozták el a kiállító terekbe. Dr. Nátyi Robert művészettörténész a kiállítás kurátora hozzátette, a tárlatok főleg Andy Warholé az eredetiség mindmáig aktuális kérdését feszegetik. Lehet-e eredeti, amit sorozatban gyártottak, és eredeti-e az, amiről a művész később azt állította, hogy nem? A populáris kultúra hogyan hatja át a művészetet, ez számára nagyon fontos. A kiállítás való ezt járja körül, az eredetiség kérdését, a szerialitást, tehát a sorozat jellegeket, az iparszerűséget, azt az elidegenítő hatást, amit Warhol kitalált már az 50-es években, egyébként Bertolt Brecht alapján, egy New York-i színdarabot látva kezdett el ebben foglalkozni. Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a kiállításokon barangolva. Azt is eldönthetjük, lehet-e valaki egyszerre zseniális zenész és festő. Andy Warhol a pop art ikonikus képviselője, reklámgrafikusból lett, sztárképzőművész, neve egybefort a Szita nyomatain sorozatokban megjelenített hírességekkel. Tevékenysége a képzőművészeten túl a reklámgrafika, az underground zene területén is maradandó. A Bozsó gyűjtemény mindezt a legújabb, izgalmas elrendezésű kiállító terében mutatja be. Ez az egyik legnagyobb megújulásunk az időszakos kiállítótér, ahol nem titkolt cél volt az is, hogy nemzetközi anyagokat is tudjunk fogadni, tehát megfeleljünk a műtárgyvédelmi előírásoknak, és ezt hál' Istennek is tudjuk használni. Marilyn Monroe, Mao vagy a Campbell's konzerv ábrázolásait az is ismeri, aki Warhol nevét nem. A dalköltőként ismert és elismert Bob Dylan vizuális útinaplóját mutatja be a Cifra palota rendhagyó tárlata. Leginkább az emberek, a történeteik, a mítoszok és a portrék érdekeltek, nyilatkozta Dylan arról, milyen témák foglalkoztatták. Képein az amerikai kultúra toposzai, a felhőkarcolók, vasútvonalak, függőhidak sorakoznak. Nem véletlen kapta a műveiből alkotott tárlat az Úton címet. Útjai során vázolt munkáin kihalt mellékutcák, elhagyatott motelek, metafizikussá sűrűsödő csendjével és magányával is találkozunk. Ezek mellett a válogatásban megférnek az intimebb, ellesett pillanatok, sőt az aktképek is. 2 millió forint értékű adományt gyűjtött össze a Széchenyi Városi Zöld és Pont civil társaság az Ukrajnában dúló háború elszenvedőinek. Az adománnyal ma hajnalban indultak el Kecskemétről Beregszászra. Az összefogáshoz csatlakozott dr. Salac László, országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, folyamatosan szükség van a segítségre. Fóliázás. Matricázás. Tegnap este csomagolták össze azokat a termékeket, amelyeket a Széchenyi Városi Zöld és Pont civil társaság szedett össze az elmúlt hónapokban. A háború kirobbanásakor rögtön el is kezdődött az összefogás, több mint 2 millió forint értékű adomány gyűlt össze. A Széchenyi városban szinte mindenki összefogott, az összes általános iskola, középiskola, vállalkozások, országgyűlési képviselő úr is beleállt ebbe a feladatba.
És most ugye ott tartunk, hogy pár nappal ezelőtt a Máltai Szeretett Szolgálatnak átadtunk egy 500 000 adományt, ami itt marad azoknak, akik Kecskeméten kerestek menedéket, és itt vannak városunkban. 1,5 millió forint értékűt pedig holnap elviszünk Beregszázba. Dr. Salasz László elsőként csatlakozott az összefogáshoz. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy mind az ukrán, mind pedig a magyar menekülteket segíteni kell. Nagyon fontos, hogy ez a kezdeményezés ez folyamatosan történik, ez folyamatosan valósul meg, mert amikor a háború kitört, akkor voltak fellángolások a menekültek megsegítésére, azonban nagyon fontos, hogy ezek folyamatosan kell, hogy megtörténjenek, mert folyamatosan tart a háború, és folyamatosan újabb és újabb emberek szorulnak rá ezekre a segítségekre. A Széchenyi Városi Zöld és Pont civil társasággal szorosan együttműködött a Family Market Kft. Varana Ferenc ügyvezető nem csupán az adománygyűjtésben segített, hanem teherautóját is felajánlotta a szállításra. A fő cél a konzerv volt, mivel egyrészt hosszú szavatossággal bírnak, könnyen osztható, könnyen bontható konzervekről van szó, tehát nem kell hozzá konzervbontó sem, kifejezetten olyanokat válogattunk, amik önzárósak, önnyílósak, illetve hát ugye higiénés termékeket hölgyek részére, gyerekek részére, popsitörlők, pelenkák, stb. Most a meleg miatt vizet még bedobtunk, WC-papírt bedobtunk a közösbe, hogy legyen még azért, abból is több, hogy tudjunk olyat is vinni. Egyébként meg nagyságrendileg ropikat, tehát minden olyan, ami gyerekeknek osztható. A segítségre továbbra is szükség van, a gyűjtés folytatódik a városban. Nyáron is népszerűek a lakáshitelek, illetve a személyi kölcsönök. A 2022-es év első 6 hónapja rendkívül hasonló a minden korábbi rekordot megdöntő 2021-es év első feléhez. Azonban a nyári szabadságok és az emelkedő kamatkörnyezetben némi lassulást tapasztalnak a szakemberek. A 2021-es év minden korábbi csúcsot megdöntött a hitelezésben. A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy 2022 első fél éve hasonlóan alakul. A nyári időszakban talán lesz egy kis megtorpanás. Ami fontos, hogy most itt az év közepén a nyári időszakban egy pici lassulás azért érezhető. Köszönhető lehet ez annak, hogy emelkednek a kamatok, illetve annak is köszönhető lehet, hogy szabadságolások elkezdődtek. Ez majd az év vége fele fog kiderülni, hogy minek írhatjuk a számlájára mostani pici lassulást. A hitelfelvételi kedvet az első fél évben a 2,5%-os kamatozású zöld hiteligénylés lehetősége is segítette. Az év második felében az várható, hogy megnövekszik az államilag kamattámogatott hitelek iránt a kereslet, mivel a babaváró kölcsön és a falusi csok is december 31-ig igényelhető, mondta el Császár Botond. Az ügyfelek egyre tudatosabbak a hitelfelvétel során. Azt is tapasztalom, hogy egyre több ügyfél igényli független pénzügyi tanácsadó segítségét. Fontos megjegyezni, hogy a pénzügyi tanácsadók díjmentesen dolgoznak, összehasonlíthatóvá teszik a különböző bankok ajánlatait. A hitelek mellett a személyi kölcsönök piaca is lassult. Császár Boton szerint ezt leginkább a már meglévő hitelek kiváltására, rendezésére igénylik. Ennél a legfontosabb szempont természetesen az, hogy a kölcsön törlesztő részlete kisebb legyen, mint a meglévő hitelé. Az elmúlt időszakban a kelet-magyarországi megyékben felerősödtek azok a hangok, amelyek a jégkármérséklő rendszert teszik felelőssé a szárazságért. A generátorkezelőket ért halálos fenyegetések miatt egyes területeken pedig le is állt a jégkármérséklő rendszer, írta közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Egyre szélesebb körben terjed az a, nyilvánvalóan minden tudományos alapot nélkülöző tévhit, mely szerint az országos jégkármérséklő rendszer tehető felelőssé a Kelet-Magyarországon kialakult súlyos aszályért. A helyzet már odáig fajult, hogy több generátorkezelő is halálos fenyegetést kapott, fogalmazott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében. A generátorkezelők biztonsága érdekében ezért egyes alföldi megyékben, az érintett körzetekben leállították a jégkármérséklő rendszert. Így számos területen csak részlegesen lesz biztosított a jégkár elleni védekezés. Ez nem csak a gazdálkodókat, hanem a lakosságot és az ipari létesítményeket is veszélyezteti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megteszi a szükséges jogi lépéseket, feljelentést tesz a fenyegetőzők ellen. Emellett minden lehetséges eszközével támogatja az évtizedek óta nem látott aszály miatt súlyos károkat szenvedő termelőket. A NAK falugazdász hálózata révén segíti a kárfelmérést, egyeztetéseket folytat az agrár
utcával, a biztosítókkal és együttműködik a kormányhivatalokkal. Tudományosan bizonyított, hogy a jégkármérséklő rendszernek semmilyen hatása sincs a csapadék mennyiségre, az kizárólag a kialakuló jégszemcsék méretét képes befolyásolni. Újabb információs technológiával foglalkozó nagyvállalat szeretne Kecskemétre költözni. A tervek szerint 4 egyetemi nagyvárosban, többek között Kecskeméten is nyitna új regionális informatikai szolgáltató központot a Gloster. Ehhez a fejlesztéshez a vállalat támogatást kérte a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól. A kormány támogató döntése esetén a társaság vállalja, hogy a regionális informatikai szolgáltató központok létrehozatalára irányuló beruházás eredményeképp a 2022-2024 közötti időszakban 156 új munkahelyet alakít ki, és azokat a 4 éves monitoring időszakban fenntartja Kecskeméten, Debrecenben, Szegeden és Pécsen, olvasható a közleményben. A cél, hogy a fiatalok minél hatékonyabb informatikai képzésben vehessenek részt, és ezzel együtt újabb munkahelyeket is teremtsenek. A társaság a HIPA jogi ajánlatát elfogadta, a támogatás a kormány jóváhagyása esetén lesz elérhető a Gloster számára. Ma este a Híróra után 8 órától látható Élővíz című vallási magazinműsorunk új adása. Színes kertcsináló összeállítást láthatnak az Ez az a nap című zenés dicsőítő eseményről, melyre július 23-án több 10 000 embert várnak a Nemzet stadionjába, a budapesti Puskás Arénába. Műsorunkban megszólal mások mellett 2 fellépő zenész, Mező Misi, a Magna Cum Lauda frontembere, valamint Csiszér László, kecskeméti kötődésű keresztény zenész. Júliusi adásunk központjában a gondviselés fogalma áll. Erről a rövid tanítást Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek, majd egy gyönyörű hegyi beszéd részlet alapján erről beszél Mikes Sámuel baptista lelkipásztor. Bepillanthatunk az ortodoxia világába is. Borisz atya, a kecskeméti Szent Háromság templom parókusa mesél életéről, papságáról és a szívéhez legközelebb álló ikonról. Végül Szarka Balázs, az Uniber alapító vezetője val, tragikus családi történetéről és arról, hogyan éli meg azt református hitéből táplálkozva. Tartsanak velünk! A dinnye igazán kedveli most a napos, meleg időjárást. Ennek köszönhetően nagyméretű, igazán édes termések kerülnek az árusokhoz. A nagy meleg és a szárazság azonban nem tesz jót nekik, mivel kevesebb víz éri őket, mint amire szükségük lenne, emiatt csökkenhet a hozam. Elkezdődött már az idei magyar dinnye szezon. Az árusoknál, ha hazai dinnyét veszünk, idén édes és nagy termésekkel találkozhatunk. Szerintem édesebb lesz, így van, azt lehet mondani. Meg jobb, vékonyabb lesz a héja, édesebb, jó ízű. Tehát jobb minőségű összességében. Átlagosnak mondható az idei dinnye termés, azonban a szárazság és hőség miatt a termés egy része elment. Hazai hajtatott termesztésből származó sárga dinnyét már egy hónapja találhatunk az árusoknál. A szabadföldi, görög és sárga dinnye szedése viszont főleg most kezdődik el. Ez a 30 fok körüli hőmérséklet az jó neki, de már az a 40 az nem. Tehát, meg az, hogy néha a páratartalommal van most a probléma, leginkább, hogy nincsen esés, emiatt a levegő légkiraszály van, és azért is megy le a termés. Tehát nem tud annyi vizet szívni a talajból a növény, hiába öntözzük, amennyit elpárologtat, és akkor ez az egyensúly kicsit főborul, és akkor azért úgy érzi, hogy most szárazságot szenved, és akkor így lerúgja a termés egy részét. Ha 30 fok körül marad a hőmérséklet, akkor akár az idei termés minőséget felül is múlhatja az elmúlt évhez képest. Az árak ugyan egy fokkal jobbak, mint a tavalyiak, de az attól is függ, mennyire érnek egyszerre más helyeken is. Most indul az export is, amivel a probléma, hogy a költségárak emelkednek, de az export ára tavalyi maradt. Az idei évben mintegy 15%-kal csökkent a dinnye termőterület, ami körülbelül 3000 hektárra tehető. Ebből 2600 hektár a görög dinnye, 400 hektár pedig sárga dinnye, olvasható a NAK honlapján. Amennyiben hasonló marad az idő, akár szeptemberig, de augusztus végig élvezhetjük a finom csemegét. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Szavazatvásárlás, tehát törvénysértés történt a baloldali jelölt javára vasárnap az időközi választáson. Ezt állapította meg a helyi választási bizottság mai ülésén.
7 pontból álló energiavészhelyzeti csomagot fogadott el a kormány, változik a rezsicsökkentés, csak az átlagos fogyasztás után jár. Világsztárok érkeztek Kecskemétre, két rendhagyó kiállítást lehet megtekinteni, a Katona József Múzeum és a Bozsó gyűjtemény összefogásában. A főszerepben Bob Dylan és Andy Warhol. Nyáron is népszerűek a lakáshitelek, illetve a személyi kölcsönök. A 2022-es év első 6 hónapja rendkívül hasonló a minden korábbi rekordot megdöntő 2021-es év első feléhez. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat hamarosan Kiemelő című magazinunkkal folytatjuk. Keresztény vagy, normális vagy? Normális vagy címmel szervez idén egyházmegyei ifjúsági tábort a Katolikus Egyház. A táborral kapcsolatban Finta József atya, a kecskeméti római katolikus főplébánia plébánosa lesz vendégünk. A Magyarországgyűlés a tegnapi napon elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely értelmében jelentősen megváltoznak a katás adózásra vonatkozó szabályok. Mit tehetnek, akiket érint a változás? Létezik-e másik adózási forma? Vendégünkkel Korcsó Ádám adótanácsadóval ezekre a kérdésekre keressük a választ mai magazinunkban. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Csütörtökön is sok napsütésre készülhetünk, időnként nyugat felől ugyan megnövekedhet a felhőzet, de esni sehol sem fog. A nyugati szél többfelé élénk, északon néhol erős lesz, hajnalban 12-19, napközben 30-36 fok várható. Pénteken egy gyenge hidegfront hatására napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, de csak kevés helyen fordulhat elő egy-egy záporzivatar. Az élénk helyenként erős északi északnyugati szélben 27 és 34 fok közé melegszik a levegő, a délalföldön lesz a legmelegebb. Szombaton kezdetben délen, délnyugaton fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, majd a naposabb délelőttöt követően egy újabb hidegfront hatására északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, egy-egy zápor, zivatar délnyugaton fordulhat elő. A csúcshőmérséklet 26-33 fok között alakul. Vasárnap szeles, de napos időre számítsunk 24-30 fokkal.